Jaj, de fasz a ideje van. Annyira imádom ezt a októberi sunshine-t. Erről már volt videó egyszer, hogy október sunshine. Itt napoztam kinn az erkélyen. Már régen, vagy 2 éve. Mostanában nem, pont tegnap beszélgettem Aladinnal. Telefonon beszéltünk, hogy 2 órát, körülbelül. Pont mondtam neki tegnap, hogy mostanában nem nagyon szeretek itt az erkélyen dumálni, mert mit tudom én, fölöttem vagy alattam lakó, szóval, hogy mit dumálok, azt az nem tudom. Valahogy ez egy kicsit feszély, ez annak ellenére, hogy mi volt ez? Annak ellenére, hogy ugye utána úgy is fel lesz töltve a videó a YouTube-ra, és bárki megnézheti. Ez nem tudom, valahogy ilyen lámpa lázfejre. Na, október 1-e van, azt hittem már több szemetet nem kapok a postaládámba, de tévedtem. Studio Moderna, bazd meg, nem láttam évek óta, mióta nem nézek tévét. Top Shop. Studio Moderna 2000 TV Shop Hungary Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút, 12-14 Lurdi ház. Értesítés nyugdíjas programról. Mi olyan öregnek néznek engem, hogy kotorjuk már a csipát a szemünkből. Ó, de jó volt most ide. 10:30-ig aludtam ecsi. 2 hete zsinórba délelőttös vagyok. Mondom most, nem érdekel, szombat van. Szítalszom a fejemet. Most körbe csavarogtam a várost. Ilyenkor elmegyek még a Tesco-ba, ha jó idő van, mert amúgy hétközben nem szoktam oda menni. És ott kapok olyan dolgokat, amit itt például nem tudok benne megvenni. Na, nézzük ezt a levelecskét, mert ez valami nagyon hasznos dolgot fog nekem kínálni. Reklámlevél. Szeretitek, amikor szíjjel boncolgatom az ilyen dolgokat. Na. Keresse a borítékban a szerencsekártya. Melyik az én szerencsém? Felolvasom. Miért lépjen be a Top Shop klubba, öcsém? Megmutatom. Előbb nektek mutatom meg. Tudtok csinálni róla screenshotot. Miközben én felolvasom. Én azt hittem, hogy ez megint valamilyen termékbemutatóra invitáló levél lesz, amit ugye egyrészt szívből utálok, másrészt most már törvénytelen, ugye? Nem lehet ilyen termékbemutatóra hívni most már nyugdíjasokat, de azért így vagyok megszólítva, hogy értesítés nyugdíjas programról. Tisztelt Hölgyem, Uram, üdvözöljük a Top Shop kiemelt nyugdíjas programjában. Reméljük kellemesen telt a nyara és sikerült feltöltődnie. Engedj meg, hogy meghívjuk szerencsekártya játékunkra, melyre idén ön lett kiválasztva. Én személy szerint. Azért látom, hogy itt a postaládában mindenkinek be van haigálva. Azért jött létre ez a lehetőség, mert úgy érezzük, hogy termékeinkkel megkönnyíthetjük a mindennapjait, ami nem csak önnek, de nekünk is nagy örömet okozna. A feladat nagyon egyszerű. Le kell kaparni a sorsjegy szürke felületét, és az ott található szimbólum már is megmutatja, hogy mekkora kedvezményt kap legkedveltebb termékeinkből. Ezután csak hívnia kell minket, hogy felhasználhassa a kedvezményét. Az itt található árak exkluzívak, csak ebből a levélből elérhetőek. Kaparás nem fog menni, mert épp most vagdostam le a sas karmaimat. De én tudom előre, hogy ez úgy is nyerő lesz, mert ezek úgy vannak kitalálva, hogy mindegyik nyerő legyen azért, hogy te tudjad érvényesíteni a kuponból azt a kedvezményt, amivel még így is tripla áron adnak mindenféle szart. Na, nézzük, mit adnak. Telefonszám nem érdekes. Figyelj, az ajánlat a készhez vételtől 14 napig érvényes. Nyomásgyakorlás. Figyelj, manipuláció, bazd meg. Egyes számú manipuláció, hogy nem hagynak neked gondolkodási időt, tehát azonnal kell dönteni, illetve nagyon rövid időn belül. Hát, vegyél meg egy
több százezer forint értékű terméket, de ne nagyon gondolkodjál rajta. Tehát most adunk rá neked 2 hét gondolkodási időt, az nem sok. Mivel igazolom, hogy én ezt mikor vettem kész, tehát azt, hogy nincs átvételi elismervény, vagy aláírás, vagy ez mikor kézbesített, ez csak egy lófasz. A lekapart felületen ezt látja a lóhere. A lóherével megélt áron tudja megvásárolni a termékeinket. Tetszik, itt a lóhere, meg a patkó, meg eredeti ár. Amikor a patkóval megélt áron tudja megvásárolni a termékeinket, eredeti ár sajnos csak az eredeti áron tud vásárolni. Reméljük legközelebb több szerencsével jár. Na mit lehet kapni? Figyelj! Delimano 18-1-ben multifunkciós főzőrendszer. Megmutatom. Így néz ki. Egy első blikkre olyan, mint az én halogén sütöm, csak ugye nem átlátszó. 18-1-ben multifunkciós főzőrendszer, ebben a kompakt, energiatakarékos és könnyen tisztítható edényben mindent megtalál, amire az egészséges és laktató ételek elkészítése szüksége lehet. 17 alapbeállítás plusz egy személyre szabható funkció, kivehető belső kerámia edény, nagy és jól látszódó LED kijelző, főzés közben magában tartja a szagokat. Az edény oldalán található mérőskálának köszönhetően ellenőrizheti az étel mennyiségét. Bazd meg, ha 43.990 forint, az a nulla kedvezménye. Aha. Hát szerintem nem tudom, hogy ez mennyiben jobb, mint a halogénsütő, de az legalább átlátszik. Nem tudom. Kicsit azért túlárazott, mennyire vettem azt a halogénsütőt, valami 9000 valamennyiért, tehát nem volt 10.000 forint. Dormeo eukaliptus ágyneműszett. Gondolom nem eukaliptusból van. Az csak neki a márka neve. És benne meg a 100%-ban hipoallergén Dormeo eukaliptus paplan plusz párna ágyneműszettet. Ez a hipoallergén, ez, tegnap találtam egy oldalt, ahol fel voltak sorolva ezek a nem létező szavak, ezek a bullshit szavak, mint a bifidus actiregularis, meg ez a aktív összetevő, meg ilyen hülyeségek, mert ez a hipoallergén, ez is valami hasonló lett. Nem létezik ilyesmi, de azért jó hangzik. Párnahúzat és paplan nagyon csodálatos, de természetesen tencer rostokból ké... Mi az? Mi az a tencer? Ez valami közismert dolognak kéne lenni, mert úgy van leírva, hogy mint a vinil vagy a teflon, hogy ezt ismernünk kéne. Minden éjszaka friss, száraz és lélegző alvási környezetet biztosít. Lélegző alvási környezet, ezt bullshit generátorral írták. 100%-ban természetes eukaliptuszból készült tencer rostokból, hőszabályozó, testre szabható magasságú és keménységű párna. Extra selymes tapintású légáteresztő paplan, természetesen hipoallergén. Egy személyes szett, egy darab paplan, 140x200 centi plusz egy párna, 50x70 centi, 24.989 forint a fél. Na, ezek voltak a legdrágábbak, ezen kívül mit kínál még? Cosmodisk klasszikus szett gerinc bántalmi eszköz. Igen, ezzel lehet bántalmazni a gerincünket, ha valaki még nem tudta volna. Cosmodisk az egyik legnagyobb átbaszás, ami a világon létezik, ugye nem működik, na, az a lényeg. Hát az, na, Cosmodisk olyan gyógyászati segédeszköz, ugye, aminek bizonyítatlan a hatásossága, tehát soha nem bizonyították még, de azért el lehet adni 18.990 forintért. Valami placebo hatást tulajdonítható neki, én tudom. Én anyámnak is volt egy, nem tudom kitől kapta,
nem fizettünk érte, de volt egy kozmodiszk, és amikor hát neki begyulladt a, nem tudom, itt a háta előfordul, akkor ő felvette ezt, és akkor ő hordta, és szubjektív javulásról számolt be. Persze mondtam neki, hogy ez nem ér semmit se, hát hiszen még csak fél se fekszik a hátadra, de ő mondta, akupresszúrával működik, ugye, ami szintén nem működik, tehát akupresszúra, meg akupunktúra, még csak hozzá se ér a hátadhoz, tehát nem tud úgy felrakni. De azért valaki elhiszi, hogy ez működik. Jó, 19.000 forint. Úgysem, abban már lehet venni egy jó kis hordozható Winchestert azért. Vagy egy izét, vagy egy SSD-t, nem? Ennyi pénzből. Dormeo Renew Eucalyptus anatómiai párna. Tapasztalja meg a pihentető alast ezen az anatómiai párna, ami nyakának és fejének kiváló megtámasztást nyújt. Tudjuk, ismerjük a tévéből. Ez is úgy van kitalálva egyébként, hogyha hanyat fekszel rajta, akkor jó, de hogyha oldalt fekszel, akkor már nem jó. Na, mit lehet még venni? Delimano Stone Legend szeletsütő, átmérő 28 cm, valódi kőburkolat. Azt mondja, hogy magas minőségű zománcréteg kívülről, belül pedig igazi nikkelmentes, micsoda, kvantanium kőbevonatta rendelkezik, ami egyedülállóan tartós és karcálló. Az milyen az a nikkelmentes kőbevonat, bazd meg. Stone Legend ételekben az étel nem ég le, nem tapad le, takarításuk gyerekjáték. Ilyen bazd meg, kőbevonatú cucc, 13.000 forint. Robust seprő és felmosó kettő az egybe. Nincs rá szükség, de azért 10.000 forint, hogyha. Jó. Na, nézzük, nyertünk-e kedvezményt. Kéne valami kaporászó cucc. Azt hívjam fel a telefont. Még én hívjam fel a telefonszámot, hé, hogy megvehessek egy 40.000 forintos szart, lomot. Érted? Hívjam fel a saját pénzemen. Mivel lehet kapirgálni? Apró pénze. Gitárpengetővel. Lepengessük, öcsém. Na, figyú. Azt hittem a termékbemutatóra hívnak, mert úgy fel akartam jelenteni. Jaj, te. Annyira feljelentettem volna őket. Eredeti ár? Melyik az a szerencse szimbóluma? Mit lehet ezzel kaparni? Ja, jól van. Ezt kell kaparni. Na. Figyelj, hogy kaparom. Úgy mutatom, hogy ti lássátok. Leerül fel. Lauhere, ha akarja valaki, beválthatja ezt a kódot, mert most nem takarom ki. Ha akarja valaki, beválthatja az én kódomat, neki adom. Ez mondja, hogy a kedvezmény akár 60%, én tudtam, hogy a legnagyobb kedvezményre leszek jogosult. Ami azt jelenti, hogy szarér, húgyér, vehetem meg a lomot. 17.490 éveltem meg a főzőrendszert, hát körülbelül ez neki a reális ára. Az ágynemű szettet 12 ér. Ezt 8.490, ami még bazd meg így is egy rablás fényes nappal. 5.000 forint ér a párnát, és 6.500 ér a ezért a kűtállat hely. Seprüt meg 4600 ér. Na. Kell valakinek akkor
Megveheti a fából vaskarikát 60%-os árengedménnyel a Linkaudomon. Hívja fel ezt a számot. Mi ez? 061-505-6250, ez bazd meg valami izé, valami MR-díjas geci. Lehet, hogy még az is valami lehúzás, bazd meg. Beraknak valami MR-díjas telefonszámot, ami lekap neked még, mit tudom én, 5-600 forintot a egyenlegedről. Ahol de ki van ezt találva. Miért nem raknak ki egy zöld számot egyébként? Nem tudom, milyen esetben, hogy vagyunk olyan gavallérok, érted, hogy nem működő dolgokat árulunk, kurva nagy pénzekért, elhitetjük veled, hogy kedvezményt kapsz rá, és akkor meg még MR-díjas telefonszámra. Ki van ezt találva, hogy sem ez a topsok. Hát most már papírformába terjeszkednek, mert úgy látszik, rájöttek, hogy az éjszakai tévéadás nem nézi a kutya se. Jaj, na sziasztok, elegem volt belőlük.